A 13. feladatunk nagyon könnyű fog lenni, hogyha egy bizonyos tulajdonságot, illetve szabályt tudunk alkalmazni. Négyzetek különbsége segítségével ki kell számítani. Hát az A feladatunk 7,5 a négyzeten, mínusz 2,5 a négyzeten. Tehát nem azt kell tenni, hogy a 7,5-öt megszorzom önmagával, majd kivonom belőle a 2,5 szorzatát önmagával. Nem, föl kell ismerni, illetve föl kell írni a négyzetek különbségét. Hát mi tudjuk, hogy a négyzetek különbsége az úgy szól, hogy A négyzet mínusz B négyzet egyenlő, egyik zárjelben A mínusz B, másik zárjelben A plusz B. Ugye az A és a B értékek azok ugyanazok, amik itt találhatók, csak négyzet nélkül. Vagyis az egyik zárjelbe írom a 7,5 és a 2,5-nek a különbségét, a másik zárjelbe pedig az összegét. Hogy melyik zárjelbe írom a különbséget, melyikbe az összeget, az teljesen mindegy. Amikor elvégezzük külön-külön, a különbség 7,5-ből ki van a 2 és felett, akár fejből is ezt ki tudjuk számítani, hogy 5, és 7,5-hez hozzáadok 2 és felett, az pedig 10. Természetesen, hogyha valakinek ez problémát jelent, nyugodtan itt egymás alá leírhatja, összeadhatja, kivonhatja. És a végén 5x10, azt már szerintem nem kell leírni külön, 5x10 az 50. Ugyanilyen módszerrel oldjuk meg a B feladatunkat is. Ugyancsak négyzetek különbségét fogunk alkalmazni, tehát a képletünk itt található. Egyik száma 78,91, a másik pedig a 21,09. Egyik zárjelbe teszek mínuszt, a másikba pluszt, természetesen ez fordítva is érvényes. Ha most kivonom őket, ugye ezt egymás alá, hogyha leírjuk, 57,82-t kapunk. Amikor pedig összeadom őket, akkor pedig kerek 100-at. És a végén, ha egy tizedes számot megszorzunk 100-zal, a tizedes veszőt két helyen jobbra viszem, tehát az 57,82-ből lesz csak simán 5782. A 14. feladatunk egy számkifejezés, ennek a kifejezésnek az értékét kell, hogy kiszámoljuk a végén, és a kiszámolás folyamatában nagyon fontos a műveleteknek a sorrendje. Tudjuk, hogy az első szinten mindig a zárójel található, hát itt van is egy nagy zárójelünk, ez azért van sarkos zárójel, mert ugye ez a legnagyobb, valójában sarkos és sima zárójel az ugyanazt jelenti. Viszont a zárójelen belül meg kell keresnünk a két legfontosabb műveletet, ugye az a szorzás és az osztás. Hát láthatjuk, hogy itt található egy osztás, ugye ennek a két törtnek a hányadosa, illetve itt található egy szorzás, és valójában, hogyha már össze akarjuk szorozni őket, akkor ugye ez vegyes tört, ez pedig tizedes szám, ilyen formában nem tudunk számolni. Azt látjuk, hogy nagyjából törtek jelentkeznek, tehát érdemes a 0,8-at átalakítani törté. Ugye a 0,8 az 8 tized, hogyha leegyszerűsítem, akkor megkapom a 4 ötödöt, ugye kettővel elosztottam. Míg a feladat első részében az osztást átalakítom szorzássá, hiszen tanultunk, hogy két törtet úgy kell elosztani egymással, hogy az első törtet megszorozzuk a második tört reciprok értékével. Vagyis a 3/8-ot csak lemásolom, az osztás jelből teszek szorzás jelet, és az 1/4-et, hogyha megcserélem, ugye számlálót és a nevezőt megcserélem, lesz belőle 4/1. Íme, most már egyrészt átalakítottuk a tizedes számot, másrészt megszabadultunk az osztástól, el tudjuk végezni a szorzást. Két tört szorzás, akkor megnézzük, hogy lehet-e valamit egyszerűsíteni. Hát a 4-et és a 8-at el lehet osztani 2-vel, ugye itt lesz 1, itt lesz 2, és hogyha összeszorozzuk, 3x1 az 3, 2x1 az 2. A másik szorzatnál az 5-ös és az 5-ös leegyszerűsül, a 4-et és a 2-t osztom 2-vel, tehát marad csak 2, és vigyázat, ugye pluszszor mínusz, tehát mínusz 2 fog maradni. Most már láthatjuk, hogy sokkal egyszerűbb ez a zárójelünk, akár rögtön közös nevezőt keresve is meg tudnánk oldani. Én viszont most azt csináltam, hogy a 3-at és a mínusz 2-t összevontam, ugye 3 mínusz 2 az csak 1, és a mínusz 3 kettedet lemásoltam külön. Itt keresek közös nevezőt, ugye az a közös nevező a 2, az 1-et úgy írom föl, mint 2 ketted, és a 2 kettedből, ha kivonom a 3 kettedet, a 3 ugye nagyobb, tehát mínusz lesz az előjel,
és 3-ból 2 az 1, tehát mínusz 1 ketted. Ne felejtsük el, hogy ezt a mínusz 2-t itt a legvégén, ezt végig vezetni kell, ugye, hiszen ezzel csak akkor fogunk majd beszorozni, amikor már az első zárójelet megoldottuk. És most, amikor már az első zárójelünk már kész, tehát mínusz 1 ketted van benne, ha megszorozom mínusz 2-vel, mínuszszor mínusz az pluszot fog adni, és kétszer 2 pedig, a 2 és a 2 pedig leegyszerűsül, tehát ez a hosszú-hosszú számolás után kaptunk eredményül plusz 1-et.